Na cső! Amolyan folyamán úgy gondoltam, hogy miért is lehet le egy Q&A! Úgyhogy ennek következményeképpen mind a három oldalon posztoltam, hogy lesz Q&A, és a YouTube community posztban rakjatok fel kérdéseket, és hogyha esetleg hasonló kérdésed lenne egy olyan kérdés az, amit már láttál más embertől, azt lájkolja be, hogy lássam, és akkor a leggyakrabban. És hát igazából azokat a kérdéseket fogom megválaszolni, amiket sokan belájkoltatok, illetve amit sokan vártok, gondolom. Úgyhogy gyorsan ide is megyek, amúgy, hogyha esetleg bármiféle rossz fény körülmény lenne, az azért, mert már sötét van, igen, már fél hatkor sötét van, és nincs egy soundboxom, csóró vagyok. Szóval itt is van Zsombejádi community, és akkor nézzük meg, hogy mik azok a kérdések, amit mind 162 kérdés egy óra alatt, Jézus ereje. És valószínűleg még több kérdés is van egy kommentben, úgyhogy hát ez vicces lesz. A leggyakrabban lájkolt, mármint 12 lájkot kapott Screenslaver Gameplay-szi, a Zsombej azt visz 6 kérdés, de úgy látom, hogy 7 kérdés van. Mi a tervezett feladkozó cél? Hát természetesen 150-200, én már úgy gondolom, hogy 50 ezer feladkozóként haladunk, ilyen állam szempontban, ugye 100 ezer feladkozó volt a célom, de hát ugye határa csillagos ég, így, hogy főleg megint visszajöttem a videózáshoz, úgyhogy ja, igazából szerintem 150. Be fogod mutatni egy teóriával a kitalált karakteremet? Hamarosan kész a sztoria. Miért mentél át Twitch-re? Jó, ez igazából végre egy tökéletes videó arra, hogy elmagyarázzam, hogy miért is. Első, sokkal jobb a közösség, nincsen annyi hater, maximum pozitív kritikát kapok. Második, több lehetőséget látok benne, és itt nem feltétlenül pénzkeresésre gondolok, hanem már rengeteg olyan rendezvény rendelkezik Twitch felhasználókkal, Twitch partnerekkel, sőt igazából többen, mint youtuberrel, tehát ilyen szempontból is egy lehetőség. Harmadik, lehet, hogy kevesebb néző van, de azok a nézők sokkal értelmesebbek. Negyedik, mindig is szerettem volna egy kicsit idősebb korosztálynak élőadásozni. Hát körülbelül szerintem 2-3 évvel tehető az átlag. Ugye YouTube-on szerintem 11, 12, 13, 14 évesek, viszont szerintem már úgy nagyjából a Twitch-en 15-16 lehet ennek az aránya, és hát igazából ez meg is látszódik még az én csetemen is, főleg úgy, pedig YouTube-ról ugye átjöttetek elég sokan. Szóval ja, főleg igazából ezek. Szeretem a csilis popcornt? Hát én még szerintem soha nem kóstoltam, maximum ilyen városnapokon vagy falunapokon volt, hogy raktak csilit a popcornra, de az finom volt. És hogy mi ez a kérdés? Kipróbáld majd a YouTube új funkcióját, a bemutatót? Hát tesó, már háromszor használtam. Kicsit mérges vagyok, hogy nem nézel a videóimat, és még oda is van írva, hogy premiered innen, és akkor ott van a dátum, na mindegy. Mi inspirált a videózásra, nagyon megtetszett, néztem vicces videókat, néztem gameplayeket, néztem vlogokat, és ennek következtében 2014. december 25-én úgy gondoltam, hogy érdemes elkezdeni videózni. Vagy 6-án? Nem tudom, valamelyik a kettő közül. Miért Zsombejfalomnak nevezted a feladkozó, hogy tudom, ez már 7. Na, igen, ez volt a 7. kérdés. Fogalmam sincs, valamit már ki kellett találni, hogy 1000-2000 feladkozó fele, mert azért már csak sok emberről volt szó, és hát igazából gondolkoztunk Zsomber, zsombista. Nagyon rossz hangzásuk volt, úgyhogy maradtunk a Zsombejfannál, és mindenki azt szavazta, hogy ez tök jó. Úgyhogy ennyi. Következő Balugémtől, hát valahogy gondoltam, hogy ez a kérdés amúgy elő fog jönni. Van barátnőt, ha igen, mutasd be egy videóban. No. Nincs szó, még bemutatni se tudom. Szabolcs kis, 8 lájkkal, miért vagy noob? Destroy the Cookies-től jött a kérdés, mi motivált a videózás, és mennyire volt fura, hogy az ökérségeket mindenki látja. Videózásra igazából nem motivált semmi, annó elég sok magyar, mármint amikor már akkor videóztak, sok videót néztem tőlük, és nagyon megtetszett. Akartam már egy olyan dolgot igazából, amivel úgymond teljes az életem, hogy ki tudok bondakozni, úgyhogy ez igazából egy tökéletes dolog volt erre, és ja. És hogy mennyire volt fura, hogy ökörséget mindenki látja, én pont azért rakok fel néha vicces videókat. Lényegében azért csinálok ökör videókat, vagy hogyha nem ökör videókat, csak simán vicces videókat, hogy jó kedvet húzzak a YouTube nézőimnek, illetve hát feladkozóimnak, de ők tudják, hogy labból ökör vagyok. Milyen játékokkal kapcsolatban szeretnél még videót? Addix-tól jött a kérdés. Hát igazából fogalmam sincs, mert nem játszott nagyon semmivel se, de ezt úgy mondom, hogy tényleg gépezni sem, maximum videózok, és azon belül is élőadásozás, ami Fortnite és Minecraft, de már szívesen kipróbálnék valami interaktív játékot, tudjátok, mint a Detroit Become Human, a Life is Strange, ahol én döntöm el, hogy mi legyen a játék sorsa. Mármint az adott karakter sorsa. DC Studio, megkövethetlek Messengeren? What?
Amúgy a második kérdés, általában tetszenek a teória videók még neked is, aki készíti őket? Jó, úgyhogy például Moose meg Sharknál persze tetszenek. Sőt, igazából én nagyon tisztelem a munkásságokat olyan szempontból, hogy ők szinte minden nap raknak fel videót, sőt minden nap raknak fel videót, még másik csatornán is. Például Moose az napi 3-4 videót készít el, ugyanolyan minőségi videókat, és amennyit keres belőle, az teljesen megérdemli. És még ezek a teóriások is, akár szinte ugyanolyanok, akár nem, akkor is jók, viccesek. Igaz, hogy Zoltán benne Farkasfantól jött egy olyan kérdés, hogy ki a példaképet, kit szoktál nézni YouTube-on, de már rengetegszer mondtam, hogy tényleg nincsen igazából szinte kivétel 50-60 ezer feliratkozó felett, akit nem néznék, és hát ugye alatt is rengeteget ismerek, szóval akit tudok és amit ajánlod, bedob a YouTube-ba, azt általában mindig megnézem. Igazából 0-24-ben fenn vagyok az interneten. Mi az a szakma, amit szeretsz, vagy szerettél volna, gondolom ez továbbtanulás, vagy bármi ilyesmivel kapcsolatos, ugye én most fogok érettségizni, és hát úgy gondoltam, hogy az informatika mellett döntök. Arra nagyon kíváncsi leszek, hogy fog menni akár az egyetemen, akár mint munkahelyen, de én főleg ezzel szeretnék foglalkozni. És remélem, hogy bele tudom csempészni a videózást is, mert akkor egy álmom válna valóra. Ez egy nagyon furcsa kérdés, ugyanúgy Zoli benne Farkasfantom, és ugyanúgy hívják, csak a farkasban az külön van, és ezt nem tudom, hogy az Istenbe sikerült. Ja, hát gondolom, hogy belájkolgatta a saját kommentjeit. Melyik az a gyógyszer, amit ki nem állhatsz, és mi az, amelyiknek számodra jó az íze? Nincsen olyan gyógyszer, amit, hát, hogy őszinte legyek, életemben szerintem eddig 10-szer voltam beteg, és hát én még nem szedtem olyan gyógyszert, ami nem ízlett volna már, mint úgy, hogy sosem volt olyan, hogy ezt csináltam, hogy igazából számomra semmi sem volt olyan, ami nagyon rossz lett volna. A lárgyás utifű szirupot imádom, illetve a Septofort is nagyon jó. Ha már ugye kell, de nem szoktam beteg lenni, utoljára is 2 éve voltam. És akkor is nyári szünetben. Zsomely, honnan jött a neved? Ezt is elég sokszor elmondtam az élőadásokban. Szóval, egy szép napon elmentünk testvérem, bátyám egyik ismerőséhez, mármint osztálytársához, és lényegében tehát átmentünk hozzá, megmutatott nekünk egy játékot, ami a World of Warcraft volt amúgy. Akik még jobban ismerik, azok tudják, hogy nagyon sokat játszottam vele még annó. És hát az volt a srác neve, hogy Lacej, és úgy kellett ejteni, hogy Lacey. És hát nem tudom, hogy honnan jött az ötlet, de én meg olyan 2011-12 környékén már el is neveztem magam az egyik Minecraft szerveren Zsombejnek, és hát azóta ez ragadt rám, viszont nem szerettem, hogyha Zsombinak szólítanak, ezért maradt a Zsombej. És ráadásul nem is volt copy. Úgyhogy a YouTube-on pedig még hozzá kellett rakni azt, hogy HD, mivel nem tudtam, hogy hogy lehet csak egy nevet megadni YouTube-on, ezért Zsombej, egy hely kihagyva, és HD volt egy ideig a nevem. Nem, véletlen bezárult a képernyő. Fuck. Claudia Zankótól jött a kérdés, ha találkoznál egy néződdel, mit mondanál neki? Hát igazából elég sokan megállítanak az utcán, már mint úgy, hogy szentesen. Itt Kunszenten nem mindig szoktam járni, de néha még itt is. Igazából semmit, ők szoktak képet vagy aláírás kérni, de hogyha nem jönnek ide, akkor én direkt nem szólítom meg őket, ugyanis én azt várom el, hogyha már nagyon szeretném velem találkozni az adott illető, vagy képet vagy aláírás csinálni, akkor legyen olyan bátor, hogy oda jön hozzám. Szóval én addig nem mondok neki semmit. Addig szól a kérdés, szereted a tejet? Nagyon. Illetve az utolsó kérdés Levi-től, Levi hashtag M&M-től, cső, akkor most visszatértél a YouTube-ra? Alapjában véve nem tűntem el a YouTube-ról, viszont hát igen, észrevehető volt, hogy 4-5 naponta raktam fel videót. Az sem volt mindig ilyen, hogy ilyen megszokott régi videók, ami miatt igazából megszerettétek a csatornát. Gondolok itt ugye teóriára, tízerekes tényre, vagy akár vicces videókra, hanem általában ilyen Fortnite highlightok, miközben twitcheztem. De lényegében igen, most eléggé megjött a kedvem megint videózni, illetve nagyon hiányoltam már a régi énemet. Ti is nagyon hiányoltátok, és szeretném visszakapni azt a közösségemet, ami alapjában vagy éve volt a YouTube-on, úgyhogy remélem, hogy ez sikerülni fog. Nos, srácok, szerintem ennyi lett volna ez a videó, remélem nagyjából mindent meg tudtam válaszolni, illetve hogy most már minden okés. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor csapjatok egy lájkot, egy feliratkozást, és amúgy kattoljál már a csengőre is, hogy kapjál értesítést a kövi videóról. Valamint, haló, 30-40 követő nyilván, és már megvan az Instagramon a 10 000 követő, amit nagyon szépen köszönök, úgyhogy nem vagyunk már messze tőle, 9971, pont most nézem. Lássátok, feleim, szüntük, Helmik, vagy Muk, 9971, 29 követő. Csináljátok meg! Viszont én most már búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb is, Zsombej fanok! Sziasztok!